A 2014-2020-as finanszírozási időszak lehetőségeiről nyújtottak tájékoztatást a Fedezzük fel, új kezdet az EU-s finanszírozásban című konferencián a Csíkszeredai megyeházán szeptember 23-án. A Kóskároly Akadémia Alapítvány és a Wilfried Martens Center szervezésében, valamint az RMDS társszervezésében megtartott konferenciasorozat hetedik állomása volt Csíkszereda, ahol vállalkozók, pályázatíró cégek képviselői, politikusok, önkormányzati képviselők vettek részt. Azt szerettük volna, hogy a csiki vállalkozóknak, illetve a Hargita megyei vállalkozóknak is adjunk egy lehetőséget, plusz lehetőséget, hogy informálódjanak a most induló EU-s kiírásokról. Azt gondolom tényleg, hogy a mai nap nagyon sok jó előadást hallhattunk. A legtöbb tanácsadó cég részt vett a programon, és ezáltal is lehetőség volt a vállalkozóknak találkozni azokkal a szakemberekkel, cégekkel, akikkel így tudnak dolgozni projektek kialakításán, sikeres pályázatok letevésén. A kis és közepes vállalkozásoknak szóló konferenciát Vince Lóránt, az RMDS külügyi titkára moderálta, aki üdvözlő beszédében elmondta, hogy a konferencia sorozat tavasszal indult útjára. A találkozó azért fontos, hogy a vállalkozók, a pályázatíró cégek szakemberei osszák meg az elmúlt időszakra vonatkozó tapasztalataikat, hangzott el. Az információ áramlás érdekében fontos az önkormányzatok, a civil szervezetek és a vállalkozók összefogása, mondta Vince. Ez most már a hetedik rendezvényen volt a Fedezzük fel konferencia sorozatnak, amelyet az EU-s pénzalapok új pályázati időszakának a megismertetéséről szerveztünk, és hát összesen most már 400-nál tart a résztvevők száma ezeken a rendezvényeken. Ez azt mutatja, hogy egész Erdélyben nagy érdeklődés övezte ezt a konferencia sorozatot. Itt Székelyföldön is én azt látom, követve a többi városban is a regisztrációt, hogy sokan érdeklődnek, hiszen vannak köztük olyan vállalkozók, akik már pályáztak, vagy forgatják a fejükben a pályázás gondolatát, és fontosnak érzik azt, hogy eljöjjenek egy ilyen rendezvényre, és információkat szerezzenek, tájékoztatást kapjanak arról, hogy milyen lehetőségek vannak, merre érdemes elindulni most az új pályázási időszakban. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke is megerősítette, hogy a szerdai találkozó a kommunikációt segítheti elő a szakemberek és a politikusok között. A döntéshozók sokszor nem ismerik a szakemberek véleményét, az elvárásaikat, mondta a megyeelnök. Szintén kiemelte az összefogás fontosságát, hogy átadják egymásnak a tapasztalatokat, ez nagyban segíteni a pályázókat és a döntéshozókat, hiszen tanulni kell az elmúlt időszak hibáiból. Borbély Csaba szerint fontosak a térségi projektek, amelyekhez igazítani lehet a kisebb projekteket, így utóbbiak is fenntarthatók lesznek. Erre példaként említette a csomádbálványos projektet, a Sóvidékre irányuló fejlesztéseket vagy a klasztereket, amely csoportosulásukra rá kell erősíteni, és tevékenységüket sikeres pályázatokkal bővíteni. Hargita megye tanácsa az információáramlás segíti a tagságával létrehozott közösségi fejlesztési társulásokon, illetve beruházás vonzás irodáján és annak honlapján a www.investinhargita.ro címen keresztül. Az előjáró hangsúlyozta továbbá a szakmai szervezetek, vállalkozók összefogását, mert enélkül elmaradnak például a közbeszerzésektől. A pályázatokról bővebb tájékoztatást nyújt a Goodwill Consulting Románia vezető pályázati tanácsadó cége, amely Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 8 szám alatt található, vagy a 0741 218 755-ös telefonszámon érhető el.